very good team, you know, they are attacking. Nagyon jó arcát mutatta a csapat azok után, hogy 3 gólos hátrányba kerültünk, hiszen végig harcoltunk, végig küzdöttünk, alakítottunk ki esélyeket, de nem sikerült megszerezni azt a harmadik gólt. Tudtuk, hogy a Paks nagyon erős támadásban, és számítottunk rá, hogy benne van a pakliban, hogy ők is fognak gólt szerezni. Ez benne van, jobban kellett volna védekeznünk, inkább amiatt vagyok frusztrált, hogy nem sikerült megszerezni a harmadik gólt, mert megérdemeltük volna. A meccs nagy részében nem játszottunk olyan rosszul, és gördülékenyen mennek a támadások, akkor hát itt is volt az első negyed órában ezt a meccset már el lehetett volna dönteni. Hát ott volt 3-4 helyzetünk a gólon kívül, és utána is voltak még lehetőségeink. Hát mivel ezt nem tettük, ezért lett ilyen nyögvenyelős a vége, de hát azért 3 gól előny, az mindegy, hogy az első negyed órában van, vagy a második fél 60. percében, azt azért illik megtartani.